Zsúfolásig megtelt a Józsefvárosi Önkormányzat házasságkötőterme február 15-én. Az idén is megrendezett házassághet elnevezésű rendezvénysorozathoz kapcsolódva bemutatták a Fiatal Családosok Klubjának azon kezdeményezését, melynek köszönhetően egyre több önkormányzat, köztük Józsefváros is, megajándékozza a házasulandó párokat. A kezdeményezés legfőbb célja, hogy megerősítse a házasság intézményét, valamint hogy ösztönözze a fiatalokat a házasságkötésre, illetve a gyermekvállalásra. Az eseményen Józsefváros polgármestere elmondta, az önkormányzat elkötelezte magát a kezdeményezés mellett, ezzel is kimutatva, hogy elismerik a házasság intézményét. Kocsis Máté hozzátette, nem csak a jegyes csomaggal támogatják a józsefvárosi párokat, hanem baba csomaggal és házassági évfordulós ajándékkal is. Bízunk abban is, hogy mindez a néhány apró gesztus, amit lássuk be, egy önkormányzat költségvetése azért elbír, mégiscsak kinyilvánítja azt a szándékot és megmutatja a kormánypárt családpolitikájának azt a szándékát, hogy igenis becsüljük, tiszteljük és értékeljük a házasságban, családban élők életét, és megpróbáljuk a magunk szerény eszközeivel ezt kifejezésre juttatni, vagy ilyen apró ajándékokkal támogatni is. A család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkár úgy fogalmazott, a házasság hetében azokat ünnepeljük, akik mernek igent mondani a közös életre. Novák Katalin a Magyar Ifjúságkutatás 2016 gyors jelentésére hivatkozva elmondta, Magyarországon a házasságkötés nem ment ki a divatból, sőt a számok alapján elmondható, hogy reneszánszát éli. 20 éve nem házasodtak annyian, mint a tavalyi évben, tehát 20 éve nem volt ilyen magas a házasságkötéseknek a száma Magyarországon. Ez egészen konkrétan annyit jelent, hogy 2016. januárja és novembere között csak nem 49 ezer pár kötötte össze az életét, tehát csak nem 100 ezer fiatal döntött úgy, hogy igent mondanak egymásra, és igent mondanak a közös életre, és házasságot kötnek. A jegyeseknek adható doboz tartalmaz egy hasznos útravalókkal teli könyvet, egy gyűrűpárnát, egy esküvői munkafüzetet, és egy az első házasoknak járó és a családi adókedvezményről szóló kiadványt is.